Hulladékdomb Nagyecset határában az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Lerakó területén, ahol ünnepélyes keretek között adták át az új csarnokot. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, életszínvonalunk jövőjét nagy mértékben fogja meghatározni, milyen válaszokat adunk a hulladékgazdálkodás égető kérdéseire. A vidéki élet is modernizálódott, és a rengeteg csomagoló anyag, ez már a globálisan akkora problémát jelent, hogy nem tudom, hogy hallgatták, hogy 3 franciaországnyi területi úszó műanyag van az óceánon, és ezeknek a mikro műanyag anyagai felszívódnak a halakban már kimutatható, tehát gyakorlatilag visszalő a modernizáció, és nem tudjuk, hogy hova fog vezetni. Folyamatosak a fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a hulladékgazdálkodás területén, annak érdekében, hogy a hulladék elszállítása és feldolgozása szabályozottan biztonságos körülmények között történjen, mondta el beszédében Sesták Oszkár. A hosszú távú cél, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, valamint az, hogy minél tömörebben helyezkedjen el. 3 nagy lerakó van a megyében. Nyíregyházán nyilván a legnagyobb, és Kisvárdán mért fel egy kisebb térségi lerakó, ahol biológiai, mechanikai előkezelés is történik a hulladéknek, amelyek az a célja, hogy a képződött metángáz mennyiségét, ami a légkörbe kerül, azt csökkenteni tudjuk. Másfajta gázok képződését ezzel elősegítve, ez a metánt lecsökkentve, illetve az is az eredmény ennek a folyamatnak, hogy a lerakott mennyiség, hulladék mennyiség tömörítve, kisebb köbmétert elfoglalva kerül aztán a lerakóra. A nagyecsedi hulladékkezelő telepen alapvetően 3 tevékenységet végeznek, hulladékkezelést, hasznosítást, valamint ártalmatlanítást. Jön a vegyes hulladék, amit otthon a kukába ugye kirakott a lakos, azt ide az autónk behozza, elviszi ebbe a most újonnan létrehozott mechanikai, biológiai hulladékkezelő csarnokba, ott gépekkel ezt a hulladékot leaprítjuk, rostáljuk, és a rostán lehulló apró biológiai frakciót tovább komposztáljuk. Ennek annyi a célja, hogy a biológiai hányad ebbe lebomoljon, és már kevésbé veszélyesen, kevésbé bomlóképesen kerüljön ártalmatlanításra az itt található hulladékdepóniába. A polgármester úgy látja, a kezdeti aggodalmakhoz képest a hulladékkezelő telep mára a város legvonzóbb munkaadójává vált. 13 év után azt mondom, hogy ez egy jó döntés volt, hiszen a mai napra már el lehet mondani, hogy több mint 70 munkavállaló dolgozik a hulladékkezelő telepen, a szállítás logisztikával és magával a telep kezelésében összesen. Ennek a több mint 70 főnek 80-90% a nagyecsedi, tehát azt lehet mondani, hogy több mint 70 család megélhetését biztosítja maga a hulladékkezelőtelep, és annyira kedvelt az a kondíció, amit itt kínálnak a munkavállalóknak, hogy mondhatom nyugodtan, hogy sorállásban várják a munkavállalók, hogy a megüresedő helyre bekerülhessen valaki, és hát nem utolsó sorban nyilván egy helyi adóbevételt is jelent az önkormányzatnak. Hozzátette, a hulladékkezelő infrastrukturális beruházásai közé tartozott egy elkerülő út megépítése is, amely azóta számos egyéb gazdasági szereplő számára is segítséget jelent a telephelye megközelítésében.